Köszöntöm minden kedves nézőnket, ez itt a Kincsvadász. Az emberi lét két nagy mérföldköve a születés és a halál. Életünk két nélkülözhetetlen mozzanata, amelyet azonban igen ellentétes érzelmekkel élünk meg. A születés a világra való érkezés örömteli ünnepe, a halál, a gyász, az eltávozás fájdalmas pillanata. Érzelmeinktől függetlenül igyekszünk mindkettőt méltóképpen megülni, ebben pedig a mai napig irányadóak, a népi kultúrákban gyökerező rituálék. Ma az élet búcsúztatásánál időzünk el. Székelyföldre látogatunk, mégpedig Csíkszentdomokosra, ahol ma is él a megkerítés ritusa, amelynek során a haldokló lélek e világból való elutazását készítik elő. Csíkszentdomokoson sajátosan külön temetik a testet, és külön temetik a lelket, mert a léleknek így a körbe való fogása, egyféle megölelése az a síralmasok által, egyféle körbefogás, mint hogyha ölbe vennék és áttennék a túlsó világra. A testet anyagi kellékekkel kell útraindítani. Felöltöztetik, rituális mosdatásnak is alávetik, koporsóba helyezik, de a lélek, mi lesz vele? Mert a lélek vándor szintén, elindul. Különböző helyzetekbe kerülhet, megtámadhatják, próbálják eltéríteni, letéríteni az utat. Mi a feladatunk nekünk, hozzatartozóknak, síralmasoknak, nagyon szép ez a szó, akik mellette vannak. Megvédeni a lelket ezektől a támadásoktól, hogy biztonságban jusson, kerüljön, mehessen át abba a világba, ami ettől arrafele az ő világ, az örökké valóság világában. És erre való a haldokló megkerítése. Amúgy, mint szó, mint kifejezés nagyon érdekes, mert hogy egyféle állapotot jelző, jelentő kifejezés. Ugye a beteg iránt a szomszédság, az ismerősek érdeklődnek. Hogy van Árpád bácsi? Már megkerítették. Az azt jelenti, hogy már nincsen sok hátra. E mozzanat lényegének megértésében segítségünkre lehet dr. Balázs Lajos több mint 40 éves, főként Csíkszentdomokoson végzett kutatómunkája, amelynek során bepillantást nyerhetünk a szertartás lebonyolításába. Az egyik adatgyűjtés alkalmával, hát mivel hogy 45 évet keresztül oda jártam, az automat is ismerték már, meglátták. És egyszer jön egy szomszéd asszony, azt mondja, tessék gyorsan jönni, mert Árpádban haldoklik. Tökéletesen diagnosztizálják az élet fogyását. Már csak órái, már csak percei vannak, és akkor megkerítik. Hívják azonnal a specialistát, ennek specialistája van. Minden 3-4 utcában van egy olyan, aki felvállalja ezt. Az asszony gyertyát gyújt, és az égő gyertyával a fejtől indulóan, az óramánusának az irányában lassan-lassan elkezdi mondani, itt már a keresztény imát, mi atyánk, üdvözlégy, hiszek egy, és ezzel felér a fejhez. És ezt megismétli háromszor. És akkor a záró tulajdonképpen a mágikus formula. Menj ki én lelkem a testből. Tehát ő most már a haldokló nevében beszél. Mint hogyha ő szólítaná fel a saját lelkét, mert odaérett. Fogadjon az Úr Jézus a karjai közé. Szabadítson meg a sátántól, hogy ne hághasson meg. És akkor elfújja a gyertyalángot a feje fölött, mint hogyha bejelölni azt az utat, amelyiken el kell indulnia a léleknek ettől arrafele a saját országába, a mennyországba hitünk szerint. Halottak napjához közeledve a megkerítés rítusát elevenítettük fel, amelynek lényege a lélek túlvilági létének előkészítése. Dr. Balázs Lajos szerint a lélekmentés és lélekvédelem eme különleges szertartása egy archaikus kultúra és világkép lényegét sejteti, a lélektiszteletet.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!